Jó napot kívánok! Üdvözöllek benneteket! Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Egy Peugeot 307 kombit fogunk megnézni. Én azt gondolom, hogy ez egy ritkaság állapotú autó. 2009-es jármű, 1.6-os dízel motor van benne. Ez a dízel motor, ez egy 9 lóerős dízel motor. És hogyha megnézgetjük az órállást, 137.000 kilométert futott összességében az autó. Mindezt igazolandóan itt van mellettem Concerto, aki a komplett gépkönyvét, szervizkönyvét és a vizsgalapját éppen vizsgatja. Vizsgassuk meg akkor mi is ezt a gépkönyvet és szervizkönyvet. Látjuk, hogy 2017-ig 67.000 kilométerig vezették a szervizkönyvét. Látjuk azt viszont, hogy van itt egy gépkönyvén kívül nálam, mert az is itt van, valahol benne. Igen, ott van. Van itt egy vizsgalapom, ami eredeti okmány, ez pedig egy komoly garancia kilométer futásra. 2020 decemberében ugye vizsgázott a jármű, és 119.000 kilométernél vizsgázott, és 2019 decemberében 109.000-rel, tehát 10.000 kilométert mentek egy év alatt az autóval. Tehát igazolt, garantált kilométerfutású kocsi, visszamenőlegesen igazolható az autónak a kilométerfutása. De aki majd eljön, megnézegeti, és beleül, látni fogja, hogy minden, amit ugye megfogunk, meg tekergetünk, az tökéletes, újszerű állapotban van, az ülése, a kapcsolók rajta, minden. Tehát tényleg keveset használtak, ennek nyomai vannak, tehát konkrétan az a nyoma, hogy újszerű az autó. Ha megnézzük a pedálsort, azon is látszik, hogy ugye nincs elkopva, és a kormánya is, tehát szinte újnak mondható. Mindenki alszik, persze ugye nem vagyok bekötve, és be van húzva a kézifék, a gázadással rendkívül jól reagál, azonnal szalad fölfelé a fordulatszámérő. A motor az Euro 4-es motor, és nagyon gazdaságos fogyasztású, ezt majd figyelemmel lehet kísérni, ott mutatja a liter per százat, persze a komputeren lehet átgatni egy csomó mindent, én azt tettem oda ki. Szól a rádió, ugye, ami jól is szól, persze. És mutatja az órát, és 18 fok van kint. Ha már hőmérséklet, akkor meg tudom mutatni, hogy van egy dupla digitális automata klíma az autóban, amit tudunk ugye külön-külön is szabályozgatni, és külön-külön eltérő hőfokot lehet beállítani. A CD lemez az MP3-at is lejátszik, mint mutattam, a váltója újszerű, de az a lényeg benne, hogy 5-ös kézi váltó, tulajdonképpen nem cigis, 12 voltos csatlakozó van itt, pohár tartóval, és a légzsák kikapcsolható, ha valaki gyerekülést szeretne beletenni, de akkor bele tudja tenni, és ki tudja kapcsolni ugye a légzsákot. Két darab elektromos ablak biztosítja itt a szellőzést, automata, és ugye az elektromos tükrök ugye mennek ugye jobbra, balra, leföl. Na akkor kiszállunk, közben kinyitom az elejét. Mutatom kívülről befelé az üléseit. Így néz ki a vezető ülése, tehát nincs kiülve, nincs szétszakadva, nincs meggyalázva. Légzsákok vannak benne elől, oldalt, és függöny légzsák is van benne. Próbálom itt mutatni, ott a jelzés az oszlopon. A tetején tetőkorlátot látunk, tehát egy kombi autót nézegetünk, jól pakolható, és könnyedén el fogunk benne férni, ledönthetők az ülések, és még lehet bővíteni azt a meglévő nagy csomagtartót. Nagyon szép, tiszta, áttetsző lámpái vannak, nem sárgák, nem repet. A szélvédője is eredeti, nincs kavics sérülés rajta, és az sincs megrepedve. Nézzük meg a motorját, és itt is vannak még érdekességek. Jó minőségű, prémium márkás akkumulátor van benne. A motorja egészséges Peugeot dízel hang, mint ahogy hallható. 16 szelepes, 9 lóerős. Ellenőrizték a fagyállót benne. Most cseréltek benne olajat. 2021 6. hóban 131.000 kilométernél. A szaki, aki cserélget benne dolgokat, az nagyon okosan ide fölírta, hogy például 113.000-nél 2020 5. hóban cserélte a vezérlés benne kompletten. Hihetünk neki, hülyeségből nem írja rá senki ezt. A karosszériája tökéletes, szép, nincs összekaristolva, nincs meghúzgálva, nem kopott, nem szétverve, parkolási sérülésektől mentes, és láthatólag van tolató radarunk, itt vannak az érzékelői. Könnyen nyílik a hátulja, kalaptartónk ilyen lapozgatós, és dönthető ülésekkel rendelkezik, méghozzá nagyon könnyedén szerintem így meg lehet lökni,
és akkor lehajlana, ha meglökném rendesen. Tehát jó nagy csomagterű kocsi, ugye be lehet tolni ide hatalmas nagy ládikókákat, vagy bármit, amit szeretnénk szállítgatni magunkkal. Tehát ennyi különben az egész, így el tudjuk hajtani, és akkor le lehet fektetni, és ezt még át is lehet így hidalni, úgy látom, hogy lefeküdjön itt minden, is sima legyen. Amúgy nagyon szép az ülése, nincs kiülve itt sem, nincs belekajálva, meg egyebek. Nagyon szép, tényleg kultúrált autó, kettő gazdás forgalmia szerint a kocsi. Most jó, fogunk vele visszamenni. Most kihaltatjuk az összes lámpát, kivéltel azt a kis zöldet. Azt mondja, hogy én bekötöttem magam. Egy, kettő, indítsuk be újra. Leállítottuk. Így indul, hibátlanul, egészségesen, és mehetünk is, be tudjuk magunkat zárni egy gombnyomással, és akkor mehetünk visszafelé, hát ha este itt a rossz fiúk rám törik az ajtót, vagy a bentülőkre, és elrabolják a kis értékeinket. Mit csináltok itt? Semmit, nem tudok elmenni. De jó lenne, ha nem itt beszélnétek meg az életeteket. Köszönöm szépen. Nagyon rendesek. Egyszer találkoztam egy olyan csapattal, akik piros lámpánál szembe jöttek egymással, középső sávba, kétszer kétsávosan, nem ide tartozik, de elmesélem. Megálltak a kereszteződés közepébe, és elkezdtek bratizni, mert ismerték egymást, és szartak rá, bocsánat a kifejezésért, hogy áll az egész sor és dudál mindenki. Szóval fantasztikusan, nagyon-nagyon nagy élmény volt, ezt megélhettem, köszönöm szépen ennek a két szép családnak. Na, szóval visszatérve a Peugeot 307-esünkre, amivel itt szépen megyek, lehet nézegetni a fogyasztását, ott ilyen, látjátok, ilyen háromak, meg négyek, meg ilyenek, bár ugye fix sebessége kéne, hogy menjek, de majd mindenki tapasztalni fogja, hogy ez a 1.6-os HD-i, ez egy nagyon-nagyon takarékos motor, nagyon jól lehet vele kocsikázni, rájöpök a gázra, nagyon szépen megindul, és nagyon jó számokat fogunk ott látni, és nem csak látni fogjuk, az a valóság, mert nekem is Peugeot van, és tudom, hogy amit ott kiír, az a tankolásnál ugyanaz a szám fog kijönni különben, átlagban. 5 sebességes váltó, 50-nel megyünk, 3,6, 3,7, meg ilyen számok vannak itt, tehát 4 liter alatt simán lehet vele menni országúton a kocsival. Könnyű vele menni, nem kopog, nem zörög, nem fúj ki, ténylegesen egy nagyon patika, nagyon jó állapotú kocsi, de még mindig van valami jó, ami még mindig tudom spékelni ezt az egész sztorit, méghozzá azzal, hogy még vártok legalább 10 másodpercet, mert még kifogom magam kötni, és kiszállok a kocsiba, és még mutatok hozzá valami nagyon jó dolgot. Tehát azt mondtuk, hogy van egy jó Peugeot-unk, amin van 4 darab Pirelli téli gumi. De mi lesz nyáron velünk? Persze, mondhatnánk, hogy jaj, úristen, gumit kell venni, meg felnit kell venni, hú, de sok pénz, meg ilyenek. Ez az enyém. Nem kell venni egyáltalán, mert Feri és Peti kollégám jó voltából ide tették ezt a 4 darab nyári gumit, Nexen márkájú nyári gumit. Nagyon jó mintája van neki, mély bordája van még neki, tehát nem régi gumi, és egy borbet alufelni garnitúrára van szerelve, tehát még hozzá ajándékot kaptatok. Köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek el hozzánk itt az M3 autóparkba, ezért a Peugeot 307-esért. Legyen további szép napotok, a viszontlátásra. Ja, ezt ne felejtsétek el megnyomni.